fizetés nem a bankkártyás fizetésnek a kiváltására vezetjük be jelenleg. Tehát most a kicsit az almákra sokítjuk a történet is. És nem azt mondom, hogy nem jogos kérdések, amiket felvetünk, de most ezeket a jelenlegi átutalásokkal is le lehet vetni. Vajos mondtam, most is vannak, és tudjuk, hogy vannak, mert vannak éves számára utalások. Tehát van olyan, hogy valaki nem jó számos számokében. A másodlagos azonosítókat jellemzően nem fogja senki betegni. Másodlagos azonosítóknak semmi értelme, ha ugyanúgy, ahogy a bank számos számot, nekem be kell betegni. Másodlagos azonosító mögött az a gondolat áll, hogy amikor mi fizetünk, a fizetés mindig egy járulékos gazdaság esemény, nem az a fő esemény. Mindig valamit csinálunk, vásárolunk, szolgáltatást veszünk igénybe. Van valamilyen valós gazdaság esemény. És ezeknek a gazdaság eseményeknek nagyon sokszor bizonyos azonosítóink már az asztalra kerülnek. Tehát már az alapgazdasági eseménynél ott van, vagy az én valamilyen azonosító. Ez lehet a mobilszám, e-mail szép, adóazonosító, rendszám, egy csomó mindent tudunk, amit majd a rendszer része lenni. A gondolat az az, hogy ha már egy azonosító előkerült egy gazdasági eseménynél, akkor ne kelljen egy külön a fizetéshez egy másik azonosítót is, ezt számos számomat megadni, hanem az, ami már egyébként valahol rögzítésre került, automatikusan fel tudjam használni. Például a mobilszámnál a jellemző alkalmazás az lesz, hogy a banki, egy egyéb pénzforrás szolgáltató mobil fizetési alkalmazások be tudnak majd kérdezni a telefonon kontaktlistájába, és onnan kimérik az én partnereknek a mobilszámát, amikor ha rögzítve van a rendszerbe, akkor nem kell betegyülnöm semmit. A másodlagos azonosítók nem úgy fognak jellemzően működni az életben, hogy én hanem én nekem az el van mentes, az biztos, hogy jó, mert a partneremet hívom és írok neki e-mailt, tehát ez be fogja nyitni. És ugyanígy a többi azonosítónál is így fog működni. Nem lehet kizárni a kérdéseket, tehát lesznek. Tehát amit mondtok, az jogos, csak azt mondom, hogy kicsit most a költék hasonlítjátok az almára, tehát alapvetően az azonnali fizetés, és egy ősulaj is mondta ebben az első, március másodikától induló kezdeti szakaszban, nyilván a tanulás fázisa is lesz az ügyfeleknek is, és elsősorban a jelenlegi átutalási helyzeteket fogja felgyorsítani, illetve kibővíteni erre a 0-24-es működésre. Hát, és ahogy az is mondta, azért egy-két év lesz változóan, amíg mondjuk fizikai fizetési helyzetben is egy jobban el fog terjedni, addig az ügyfeleknek is a tudatosság sokkal jó lesz. Ez kicsit olyan lesz, hogy valóban, hogy azt a pár alapszabályt be kell majd tartani mindenkinek ahhoz, hogy ez jól működjen. Ez olyan biztos emlékeztek, hogy ti is sok cikket írtatok, mikor a bankkártyás fizetésnél még azt kellett mindig írni, hogy ne írd oda a PIN kódodat a kártya mellé, nem utasd meg senkinek, stb. Ma már ezzel mosolygunk, ugye, mert hogy ma már ezt mindenki tudja, de ez azért 5-10 évvel ezelőtt egyértelmű volt. Tehát azonnali fizetésnél is egy nagyon komoly ügyféletű percóra van szükség, és ezt a bankoktól is kérjük, a bankoktól is erről beszéltünk, hogy itt egy komoly ügyféletű percót kell oda tenni, és lesznek kérdések, tehát lesznek ilyenek, és valóban én azt mondom, hogy az, hogy az azonnali fizetés nem egy séma olyan szempontból, mint például a rendőrtöki kártyás fizetés, egy csomó előnye van, és azt sem tagadjuk, hogy vannak bizonyos hátrányai, vagy bizonyos dolgok, amit nem tud behozni. Ilyen például a cserpekes, ebben a formában, ebben a rendszerben nem lehet behozni. Ez tény. De én azt gondolom, hogy az előnyök jóval nagyobbak, mint az előnyök.